Sziasztok! Sokszor van az, olyan, mint ami a mi családunkban, hál' Istennek sok az unoka, hát egyszer ülnek az asztal körül, és egyszer csak egyik baba bejön a szobában, és igazán büdös. És mindenki észreveszi. És egyszer csak jön az anyukája, és megfogja, megcsókolja, te drága gyerekem! És elviszi, és cseréli a pelenkáját, és minden rendben van. Felmerül a kérdés, hogy ugye ez a gyerek igazán büdös. És amikor az anyukáit felemeli, és megcsókol a gyereket, nem veszi észre, de annyira büdös, a válasz nagyon egyszerű. Ő átlátja a helyzetet. A gyerek nem büdös. A gyerek, ez egy nagyon-nagyon különleges, édes gyerek, csak szükség van pelenkát cserélni rajta. És neki ez teljesen természetes, hogy nem azt arra koncentrál, hogy épp büdös, hanem rögtön érzi is, tudja, milyen különleges ez a gyerek. Heti szakaszban olvasunk a Nitzavimban a csúva, a megtérésnek a micvája, ve shavta adal shem elokecha ve shamata bekolo. És megtérsz az örökkévaló te Istenedhez, és hallgat szavára. Nagyon különleges ez a megtérésnek a micvája. Évről évre az Isten megadja a lehetőséget az embernek, hogy a vétkezet akkor megtérhet. A megtérésnek a lényege, Maimonides szerint, a lényeg azt szerint az első és a legfontosabb dolog, hogy eldönti, hogy a jövőben nem fogja ismételni. Utána még a múltról is kell egy kis vidői bűnvallomás. És felmerül a kérdés, hogy hogy van az, hogy ilyen könnyen fogadja el az Isten az embernek a vétke. Csak minden évben újra és újra az ember azt mondja, Isten kérem, és már el van intézve. A válasz erre az, hogy Isten is olyan van, mint velünk, ahogy a fent említett anyuka. Az Isten ránéz az emberre, látja, hogy itt egy különleges, jó szándékú, jó emberről van szó. Az, hogy épp büdös, hát meg kell tisztítani, de ez nem az ember. Az ember tiszta és szép és jó, és ezért a legtermészetesebb az, hogy az ember azt mondja, hogy Isten kérem, bocsáss meg, meg fogja bocsátani, mert az ember maga a tiszta. Ez a megtérésnek a lénye. Nagyon fontos, hogy mi magunk is, mi álljunk hozzá saját magunkhoz, mint ilyen, hogy mi jók vagyunk, csak valami külső ragadt ránk, illetve más emberhez is így kell hozzáállni. Ne induljunk abból ki, hogy ő egy rossz indulat, ő ez egy rossz ember, és feltételezni minden rosszat róla. Nem, minden ember jó, csak valamikor épp pelenkát megcserélni kell. Most ezen a szombaton, az utolsó szombat, utolsó sábesz ebben a zsidó naptári évben, igyekezni kell, hogy ez tényleg egy különleges sábesz legyen, hogy emlékezetes legyen. Boldog új évet kívánok mindenkinek, good sábesz!